A Trafik Mutyiról kiszivárgott hangfelvétel ellenére nem mond le Szekszárd fideszes polgármestere. Horváth István országgyűlési képviselő hivatalos magánbeszélgetésnek minősítette azt a találkozót, amelyen a helyi fideszesek a dohányboltok üzemeltetésére kiírt pályázókról egyeztettek. A fideszes polgármester szerint természetes, hogy tájékozódnak egy ilyen fontos ügyben, de azt állítja, nem volt központi listája a pályázókról. A hangfelvétel szerint azonban Horváth István kikötötte, hogy szocialisták nem nyerhetnek trafikot. A kormányszóvívő szerint helyi ügyről van szó, amiről a polgármesternek is igenis tudnia kellett. Semmiféle törvénytelenség nem történt. A Fidesz országgyűlési képviselője azt magyarázza, hogy ő csak a dolgát végezte, hiszen polgármesterként neki ismernie és követnie kell a helyi ügyeket, így a trafikpályázatokat is. A hvg.hu birtokában lévő hangfelvétel szerint azonban Horváth István nem csak információkat gyűjtött, hanem utasításokat is adott. Erre utal az a mondata, hogy a trafik pályázat nyertesének elkötelezett jobboldalinak kell lennie. A szocik pedig, ahogy a szekszárdi polgármester mondta, ne győzzenek. A fideszes képviselő egy másik mondatában pedig képviselőtársától kérdezte, hogy ő ajánl-e valaki győztesnek a trafik pályázaton. Egy másik jelentkezőnél pedig azt tudakolta Horváth István, hogy az illető a választásokon hány kopogtató cédulát gyűjtött a Fidesznek. A kormány szóvivő úgy reagált, hogy a trafik mutyi és a kiszivárgott hangfelvétel helyi ügy. Ez egy polgármesternél teljesen természetes, hogy mindenről akar tudni a településén. Egyébként pedig ez egy helyi ügy, a kormány éppen ezért nem foglalkozik, kérdezik a polgármestert. A szekszárdi fideszes polgármester azt mondta, nem csinált olyat, ami miatt le kellene mondania. Szerintem fontos az, hogy legyünk képbe. Tehát előfordulhatott volna az, hogy egy város mondjuk véleményez egy ilyen trafikpályázatot, az meg azt gondolom, hogy nem helyes polgármesteri törekvés, hogy az ember nincsen képben. Én szeretek képben lenni. Tehát az eddig időszakban is képben voltam a város szinte minden ügyével, és a jövőben is szeretnék képben lenni a város minden ügyében. Az ügyet kirobbantó állatorvosként dolgozó fideszes önkormányzati képviselő korábban azt mondta az RTL híradónak, hogy elfogadhatatlannak tartja a megbeszélésen elhangzottakat. Informális politikai megbeszélés volt, ahol polgármester úr egy listát olvasott fel, és itt a nevekről kérdezett minket, a véleményünket kérte ezekkel kapcsolatban. Nem tartom helyesnek. Szekszárdon is van olyan trafikos, aki több évtizedes tapasztalattal kerül az utcára, és álmában sem gondolta volna, hogy így zárul le a pályázat. Az MSZP elnöke szerint az összes fideszes politikus hazudott, amikor tagadta, hogy politikai alapon döntöttek volna a trafikpályázatokról. Mesterházi Attila az ügyészségtől átfogó vizsgálatot kért, a kormányfőtől pedig azt követelte, hogy a trafikpályázatok összes eredményét érvénytelenítsék. A szocialista Tóth Csaba azt kérte a fejlesztési minisztertől, hogy hadd tekintsen bele a trafikpályázatokba. A miniszter azonban nem engedte meg, csak azzal biztatta, hogy a szerződés kötések után a pályázatokról készülő emlékeztetőket hozzák majd nyilvánosságra. A demokratikus koalíció pedig feljelentést tesz hivatali hatalommal való visszaérés miatt a szekszárdi ügyben. Minden fideszes hazudott. Mesterházi Attila azt kérte a miniszterelnöktől, hogy azonnal érvénytelenítsék a trafikpályázat összes eredményét, senkivel ne kössenek szerződést, és egy új átlátható pályázatot írjanak ki. Hogyha a miniszterelnök ebben nem lép, akkor az egyértelműen annak a bizonyítéka, hogy ő is egyetért, és jóvá hagyja ezt a mechanizmust. Tehát ez teljesen természetes, hogy ha a miniszterelnök ezeknek a bizonyítékoknak az alapján sem érzi úgy, hogy ez egy mutyista pályázat volt, és tényleg már lassan jogilag is bűnszervezetként működött, akkor azt gondolom, hogy a miniszterelnök ugyanúgy cinkossá válik. Az MSZP elnöke szerint súlyos törvénysértés történt a trafikpályázatnál, amit most már hangfelvétel is bizonyít. Ezért átfogó vizsgálatot kezdeményez a legfőbb ügyésznél és az állami számvevőszéknél. Harangozó Tamás, aki az MSZP Tolna megyei elnöke, felszólította a szekszárdi közgyűlés fideszes többségét, hogy legkésőbb május végéig oszlassa fel a közgyűlést. Horváth István fideszes országgyűlési képviselő Szekszárd polgármestere hazudott és lebukott. Ezzel világossá vált nem csak a szekszárdi választópolgárok, hanem az egész ország számára, hogy a Fidesz úgy országosan, mint a helyi politikában leginkább egy bűnszervezetre hasonlít. Éppen a fejlesztési miniszterhez megy be Tóth Csaba, azért, hogy betekinthessen a trafikpályázatokba. A szocialista képviselő több mint fél órát töltött bent, de hiába. Örülök, hogy megvártak.
A képviselővel azt közölték, hogy nem nézheti meg a dokumentumokat. Majd ha aláírták a szerződéseket, akkor a pályázatokról készülő emlékeztetőket nyilvánosságra hozzák. A győztes pályázatok megismerését viszont csak akkor engedélyezik, ha a nyertesek ahhoz hozzájárulnak. Ez egy lehetőség lett volna most a minisztériumnak, miniszterasszonynak arra, hogy ezt a botránynak végét, pontot tegyenek a végére, elejét vegyük a további feltételezéseknek, megoldhattuk volna a problémát egyszerűen, hiszen megmutatják, megnézem ezeket az üzleti terveket, a szükséges nyilatkozatokat én megtettem volna ezzel kapcsolatban természetesen, és akkor látható módon be lehetett volna fejezni ezt az ügyet. A szekszárdi ügyben a Demokratikus Koalíció feljelentést tesz hivatali hatalommal való visszaélés gyanúja miatt. Horváth István szekszárd fideszes polgármestere tagadta, ugyanhogy bármilyen köze lett volna az ügyhöz, de ez a hangfelvétel, ami a HVG birtokában van, az bizonyítja, hogy egyessével mentek végig a pályázók névsorán, és az egyetlen feltétel a jobboldali kötődés volt. Nyilván ez alapján próbálták instruálni a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT-t. A KDNP-nek viszont nincs álláspontja erről a trafikügyről. A KDNP nem dohányzik. Pálffy István frakció szóvivő a tegnapi egyenes beszédben azt mondta, hogy a KDNP nem indult a pályázaton, és nem bírált el senkit. Miért kellene nekünk bármiféle esetleges, feltételezett, és majdan bekövetkező ügyekről állást foglalni? Tényleg nem tudta ki Hatházi Ákos? Hát hogy? Fogalmam nincs, tényleg. Azt hittem, hogy valami hatházi ember, erre magam mondta, hogy szekszárdi ember. Na. A Demokratikus Koalíció egyébként jövő szombatra tüntetést szervez a Fidesz székház elé, ahová a trafikkárosultak mellett várnak mindenkit, akit hátrány érte a 2010-es kormányváltás óta.